Na, szevasztok srácok, itt Kuhi, és itt vagyunk egy NBA 2K21-es My Career videóval, hál' Istennek végre elérkezett ez is. Ugye nyomtunk egy jó kis livestreamet, és most itt is vagyunk az első My Career videóval. Srácok, egy pici változás a buildben, ugyanis visszatértünk a gyökerekhez, és egy slashing playmakerre váltottam. Igen, egy kicsit érdekes. Megmondom őszintén, ezt éreztetétek is, hogy a livestreambe kicsit rosszul érintett az, hogy az összes pro animáció, illetve normális dribble animációhoz 85-ös ball handling kell. Tehát, hogyha nincs meg a 85-ös ball handling, ami egy ilyen PG-nél azért eléggé a playmaker, tehát eléggé benne kell lenni a playmaker státuszban, hogy meglegyen ez a 85-ös ball handling, akkor konkrétan nem tudsz normális animációkat venni. Én pedig eléggé függöm ezeket az animációkat, nekem kell az 1v1-hez a cselek. Úgyhogy slashing playmaker. Ez egy frissített változata a tavalyi buildemnek. Hál' Istennek a tavalyi miatt jobban tudom azt, hogy mit rontottam el, mit kell, hogy jobban erősítsek. Mint például a defense, úgyhogy ez a defense az elég jó. 77-es periméter, illetve 75-ös lateral quickness, és a steal az azt hiszem 82 lesz talán. 81-es steal, ami ugye kihúzza, lesz 85-ös plusz 4-e, majd 99-en, úgyhogy eléggé jó lesz. Ball handling simán megvan, 87. Driving dunk 85, standing dunk 78, driving layup 95, ami hogyha kihúzzuk, akkor 99-es driving layup brutál, és sőt, na bocsánat, 98-os, és a driving dunk is 89-es lesz ma. 89-es, hát ez a plusz 4, ez most nem értem, hogy miért így van, oké, 99,9-en most nem kapunk plusz 1-et, hál' Istennek nem kell felmenni odáig. A dobás is annyira nem rossz, tehát ha azt nézem, akkor 78-as lesz a midrange-em is, 70-es lesz a triplám. Ugye Mike meg azt mondta, hogy 70-es triplának kell lenni ahhoz, hogy normálisan lehessen folyamatosan dobni a triplát, nekünk az meg lesz. Úgyhogy maradunk ennél, akkor playmakeresebbek leszünk, és majd mások fognak helyettünk dobni, vagy más fog helyettünk dobni. De jöjjünk vissza egyébként a mérkőzésre. Úgyhogy vágjunk bele az első karrier meccsünkbe. Itt is vagyunk srácok, is a Renfield Foxes ellen fogunk játszani. Kicsit hazudtam, mert ez már a második karrier meccs, az elsőnél így kipróbáltam ezt a buildet, hogy milyen is. Végre megkaptuk, képzeljétek el a vízit, tehát az előrendeli dolgokat. A ruhákat, azokat nyilván majd a park résznél fogjuk megkapni. Kamerállás sajnos nem lehet váltani, úgyhogy így maradunk. Egyelőre. Andrews. Hát, ha észreveszitek, akkor elég én vagyok a legmagasabb játékos a pályán. Jöhet is a passz. Be tudunk törni, és... Fú, eléggé tolós, de sikerül a lejjebb. Kikapcsoltam az aim systemet, tehát most ez nem működik. Viszont így is figyelni kell a release-re, ami eléggé szokatlan, hogyha bead egy release-t, akkor fura, tehát meg kell szokni azt, hogy nem egy csíkot kell kitölteni, hanem ez az új rendszer van. Arra vagyok még kíváncsi, hogy ezt a release lehet-e váltani, tehát ugye Damian Lillardnél mutatták, hogy van egy ilyen teljes kitöltős csík így is. Hopp, egy csel, és egy contact dunk! Így van, tehát maradtunk ezek a vadállatok, akik zsákolnak, hubsteppelnek, dimereznek, tehát ez a playmaking, slashing playmaker stílus ez maradt, és ez elvileg jobban morentesebb, mint az előző buildem. Ugye kell az egyfél is, kell a gyorsaság, és az morentel, aki hál' Istennek rookie of the year lett, nem áll távol. Úgyhogy így maradunk egyelőre, aztán meglátjuk. Az a build az ott van, ha esetleg változtatnának a ball handlingnek a requirementjén, akkor azt még tudjuk használni. Közben jó díj, jó lepattanó. Kihoztunk egy paszt Sheffieldnek, aki egy pull-up triplával le... Úristen, mekkora triplát dobott! Az igen! Mekkora tempó 3-as volt! Az igen! Ennyire nagyon vezettünk, 7-0. Wow! Gregory, Master Gregory, Gregory mester. Trónok harcával származik, Andrews. Kicsit bejebb megyünk, hát el tudjuk szedni a labdát, nem. Jó. Azt hiszem, 3 vagy 4 meccset kell játszani a középiskolánál. Nem, 3-at. 3-at kell, nem, bocsánat. 4 meccset kell játszani, ha jól emlékszem, pontosan. Nagyon szép layup, és de megcsináljuk is. Jó volt a release is, figyeltem, slight late-et adott nagyjából, tehát ez a full telének szoktuk csúfolni. Teljesen jó volt. Lehet majd a layup package-t, azt kicsit állítani fogom. Long athlete már nem annyira
OP, mint annó volt. Eleve a half-step nagyon durva volt, de ugye a long athlete az még OP volt, hogy Giannisnak is az volt beállítva. Szerintem még idén is az van. És elég jól lehetett half-steppelni vele. Andrews. Milyen nevek vannak, Lee? Mi maradtunk a Deshaun Jacksonnál, nem tudom, bejött ez a név. Kicsit ilyen egyedibb. Igen, hopp, 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 ott a nagy kéz, ezért lesznek jók ezek a polipcsápok, hogy Andris mondaná. Betörünk, de nem. Egy kis kipasz, mi próbálunk kijönni, nehogy 8 szeket kapjunk, az igen. Elég gyorsak vagyunk. Ilyen téren, kipasz. Az a baj, hogy a centerű nem olyan tud dobni, és eléggé sokszor kimarad. A dobást még nem próbáltam ezzel a karakterrel, de midrange-et mondjuk ebből kéne tudnom dobni. Azt szépen megcsináltuk, és nem tettem fel egyből. Tehát feleslegesen hamsterpeltem, fel kellett volna egyből tenni, mert ott elég gyorsan be tudtunk jönni. Elég gyors egyébként a karakterem is, és ugye még teljesen nincsen a full potenciáján, tehát ezt a értéket, amikor megcsináltam, ezeket mind majd 90, hát a 95-ös értéknél fogja elérni. Így a stamina is eléggé fáradós, az nagy passz, így van. Ott a dime. Egyedül a védekezésnél, ez a kamerállás az idegesítő a védekezésnél, ugye így a lepattanó és a maga a defense az eléggé ilyen zavaró. 11-2-re megyünk. Elég simán. Ezek a meccsek még kicsit könnyebbek, tehát nyilván érezhető az. Arra jó, hogy kiismerje az ember a játékot, mit ad, hogy adja, hogy lehet játszani, hasonló dolgok. Na, közben le is cseréltek. Jó, itt is vagyunk. Úgyhogy azért váltottam, srácok, mert kellettek ezek az animációk. Nem számítottam erre, hogy ilyen magas értékkel ahhoz. Ha most azt mondták, hogy 80, akkor megcsinom 96-on is megvan. Megvannak ezek az animációk, de az a baj, hogy ugye 79-es annak a karakternek a ball handling-e, és nem lesz meg. Tehát az még a boost-tal is csak 83, sajnos. Tehát a plusz 4-es boost-tal. Úgyhogy, hát genyóság. Tehát konkrétan csak a speed boost-os karakterek tudnak normálisan cselezni. Reverse layup és fault. Na most a büntetőnél bajba leszünk, közben elég szoros a meccs, azt nézem, eléggé visszajött a... jöttek a rókák. Jó. Azaz. Nagyon rossz a büntetőnk, tehát az nincs kihúzva. De bedobjuk mind a kettőt, jól van. Lehet, hogy egy kicsit pakolni kéne, remélem, hogy a már körülbelül szerintem eléggé sokszor fogunk büntetőt dobni, és az az első számú... érték, amivel úgymond... vagy fegyver, amivel tudjuk húzni a dobást. Úgyhogy lehet, hogy ezt majd ki fogjuk húzni. Bishop. Akkor elváltottuk. Ó, de milyen gyorsan vált a gép, na. Az érdekes volt, az érdekes volt. És ott a lepattanó, nagyon jó. Meg se kísérlem kimondani annak a srácnak a nevét. Biztos ő is valami görög. Akkor jó betörés, és... nem jó a betörés, viszont ki tudjuk passzolni. Van egy offenzív lepattanónk. Nézzünk egy dobást. Wide open. Íj, majdnem. Nem rossz amúgy. Most André Iguodala jumpshot van betéve. De nem tűnt olyan lehetetlennek. Szép lepattanó. Sheffield. Megyünk itt a wingről. Próbálom betörni. Nem. Kipasszoljuk. Nem dobjuk el. Így van. A stamina az egyetlen, amiben bajba vagyunk, de hát ugye 82-es, hogy mennyi a staminám, úgyhogy azt nem is csodálom. Az egy nagy midrange. És bedobjuk. Na, a midrange hiába olyan rossz a release volt, mert az volt. Ezt még nekem is szoknom kell, ezt a release, de nagyon nagy volt. Úgyhogy mindet szerintem fogunk tudni dobni stabilan. Azért 74 az nem rossz. Az el lehet dobni a midrange-et. És ugye úgyse ez a dobás lesz nekünk, ez a jump shot, mert a... ahogy bekerülünk az NBA-be, és úgymond a parba is be tudunk menni, és hasonló dolgok, onnantól már megvan a jump shot creator. Úgyhogy majd valami jó kis gyors jumpshotot rakunk össze, szerintem valami kis egyedit. Bishop, falt. 4 ponttal megyünk is, már bónuszban vannak a farkasok, úgyhogy azért, a farkasok a rókák, úgyhogy figyelni kell. Ilyen téren. Bedobja mind a kettőt? Behát.
Jött a labda. Hú, stamina rendesen ég. És mi is kiharcunk egy faltot, nagyon jó. Jó ez. Akkor dobjuk a büntetőket, legalább gyakorolunk. Green, wow. Ez a kék kis stamina boost, ez ugye amit kaptunk a Legendary, tehát a Mamba Forever Edition-ért. Illetve ebben van egy 72 órás double repünk, ha jól olvastam. Úgyhogy meg azt is ki kéne próbálni, hopp. Transition, és egy dunk. Az első zsákolásunk, wow. Mindjárt megvan a takeover is, most nézem, nagyon jó. 13 pont, 3 lepattanó, 2 assist. Madison, ez nem nőnél. Lepattanó, nincs lepattanunk, viszont jöhet a labda. Jöhet a labda, és end van! És ott a takeover. Be kéne dobni a büntetőt, nagyon rázza a kamerát a gép. És bedobjuk a büntetőt is, nagyon jó. Szerintem most nem fogom elnyomni a takeovert erre a 17 másodpercre. Roberts. Így a dobás nem lesz annyira OP nálam, nem fog tudni sajnos annyira dobni, viszont a 1v1 is a zsákás, ez kicsit erősebb lesz. Le lett egyébként ez a build is húzva, tehát ez tavaly 89-es drive mindenki volt alapból. Na, azt mondja, hogy a halftime break. Mindjárt lesz egy finishing badge-ünk, és ugye 16 pont, 3 lepattanó, 2 assist és 80%-os free throw, ami nem rossz ilyen pocsék büntetővel. Na, jöhet a második fél idő. És a takeoverem az elég durván lement. Sajnos. Elég kihűltünk. Ne próbáljuk onnan folytatni, ahol abba hagytuk. Assist, Sheffield. Így van! Ott az újabb assistunk végre. Már ránk fért, mert mégiscsak playmakerek vagyunk. Első számulag. Úgyhogy nyomjuk a paszt, muszáj. Igen, Lee. Egyébként is, ha maximum ki akartam, tehát maximumra akartam húzni a wingspant, akkor lett volna 86-os driving dunkom, így most 89-es lesz, teljesen jó az. Hopp, azt végig, így van, egy front clutch, és meg is van a takeover. Lehet elnyomom most, rácok, hogy kipróbáljuk még a takeover, majd a támadásba. És nem fogok azzal törődni, hogy összeszedjem a team takeovert. Az viszont brutál. Akkora lesz a layup csík, hogy ez hihetetlen. Steal. Még egy steal. Igen. Akkor még nem nyomjuk el. És... ott van a Tomahawk. Van már egy pár dunk package-izünk, tehát egy már pár dunk animációt már azért bedobáltunk. Úgyhogy tudja már az úriember, hál' Istennek. Az a Lee-vel menni kéne. És jó sokat kapunk a takeover-en dunk miatt, úgyhogy ez kellett nekünk. Szép lepattanó, jöhet a labda. Lepasszoljuk a centernek. Egy midrange. Meglepett, hogy eldobta. Gép néha elég érdekes döntéseket hoz. Na mindegy. Kicsit a gameplay fura, meg kell szokni. Másabb, mint a 20. Szerintem. De jobb, tehát hogy egyelőre jobban tetszik a gameplay, így az elején, mint a 20-nál tetszett, úgyhogy... vagy ezt a parbaja fog igazán, tehát ez online fog igazán kijönni, hogy mennyire is oké és nagy lepattanó. Offensive rebound, ez érdekes, hogy volt ez offensive rebound, mindegy. Takeover, és nézzünk egy isolation-t. Nem nagyon tudtunk betörni. Mekkora hármas, gyerekek! Mekkora hármas! Na végre! Mondom én, hogy el lehet dobni. Oké, középiskola, de ez már egy jó jel, hogy el lehet dobni. Ugye így viszont megkapjuk a plusz 5-öt, tehát így... így 71-es a triplánk, az már azért nem rossz. Az már azért nem rossz, el lehet dobni. Főleg, hogy jönnek majd a dobós badge-ek. És... ez most komoly, most fogtam fel, srácok, hogy takeover-be voltam, és lecserélt az edző. Az jó, az király. Az király. Legalább sok staminánk maradt. De hát ez így... Hát ezt lehet megszívtuk.
Nem. Na, nagyon vezettünk, szóval úgyse számít. Jól van. 41-25-re, ha megyünk, ha jól láttam. Ez az utolsó negyed. Durva amúgy, hogy ilyen sokat kell játszani. Nekem tetszik, nem úgy van, mint... Ugye 17-ben volt utoljára ez a gimiből megyünk fel. Egyetem is hasonlók. Azt hiszem 17-ben volt a Spike Lee-s sztorinál. Ez az egész téma. Tetszik, hogy így van megoldva, és ott talán két negyedet kellett játszani. Idén meg ugye nem így van. Úgyhogy eddig nem rossz. Nekem kellett egy ilyen sztori, hogy rendesen így az egyetem is. És tehát a kiárt utat nyomjuk. Ez sokkal valósághűbb. Sheffield közben. Közben faltolt. Grace. Mik ezek a nevek? Madison Grace. Na dobd be. Közben valami olyasmi itt a sztori, hogy valami focisták is lehetnek, tehát amerikai focisták. Érdekes. Így betörés, és nem jól lép. Elrontottam a release-t is, úgyhogy az se segített. Mekkora blokk. Mekkora blokk. Így van, a PF-ünk, az a kimondhatatlan nevű, az szépen blokkolt. Na, Gregory mester. Ben Bishop. Ha lesz egy kíváncsi, az egyetemen kik lesznek. Meg persze a draft class-ra. Na, arra nagyon kíváncsi vagyok. Azt majd úgy is megnézzük, srácok. Kapjuk a labdát, igen. Szép lefordulás, és 85%-os contested. Durva. Hiába vagyok magasabb, mint egy-két srác, nem veszed észre ennek az előnyét. Madison, na itt van. Öreg Madison. Billy Madison. Reverse. Íj, a reverse. Jó is a reverse. Elegánsan. Szerintem lejjebb packages fogok egyébként váltani valami kicsit látványosabbra. Talán a circusra, de majd megnézzük, hogy milyen animációkat frissítettem be. Ben Bishop. 100%-os smothered dobott be. De az a durva, csak oda mentem és már 100%-os smothered lett, illetve ugye valamilyen szinten double team volt. Nagy passz. Nincs belőle assist. 25 pont, teljesen jó. Az utolsó negyedben, és már bónuszban vagyunk, 13 pontos vezetés. Zirko. Akkor Zirkónak fogjuk hívni azt a D-t, azt nem ejtjük ki. Akkor úgy jó lesz. Jó van. Az öreg Lee, az öreg Jet Lee. Az igen, ekkora pull-up. És miénk a lepattanó? Jó van. Lepattanót könnyebb szedni, mint a tavalyba. És egy contact dunk! Tyú! Méghozzá egy mekkora contact dunk. Na, hú, lehet húzni. Srácok, nincsen contact finisher, semmi. Csak a tiszta animáció. Úgyhogy lehet húzni. Csúnyán. Jó, itt bejövünk egy kis lepattanó reményébe. Azért figyelünk az emberünkre. Rosenberg, wow. Mondom, micsoda nevek vannak. Tök jó. Érzed ezt a gimis feelinget, hogy nyomják a dobokat. Angulatos. Majdnem miénk volt a lepattanó. Azt nézd meg! De miért fut el? Gyere, zárja. Nagy passz. Jó, nem dobja el. Nagy passz, és nem jó. Jól levédték a centerünket. Egy pull-up. És egy lepattanó. Hoppá! Megsérültünk a lepattanóba, srácok. Mi a fene? És most ott az injury logo. Jaj, nem dobja el. Igen, idén mi vagyunk a junior. Tehát az a nevünk, hogy junior. Ugye minden évben van egy ilyen Bece nevű, most idén a junior. Ezt még mindig nem engedték el. Mekkora off dribble, de szép volt. Mekkora off dribble volt, srácok.
A fájós térde. Jól láttam, térd vagy boka. És így is játszunk? Aha, így is játszunk. Azt hiszem, nem nagyon tudok, mert nem a legügyesebbek a csapattársaim, de 29 pont, 5 lepattanó nem rossz. Kameraállástól függően majd szerintem azért jobban fogunk tudni védekezni, meg lepattanózni. Azért van egy 70-es defensive rebound, ami nyilván nincs kihúzva. Hopp, és egy falt. Madison, ne faltoljál. Fú, semmi stamina. Viszont már csak egy perc van hátra, úgyhogy ez már nem vészes. Be tudunk törni, és end one! Ott a 2 plusz 1. Szépen át lehet azért csúszni itt az embereken, még mindig. És nem tudjuk értékesíteni, nagyon jó. 31 pontosak vagyunk viszont. Ami azért nem rossz. Ezek a shooting faltok, ezek ilyen szokásos animációk. Tehát az animációk, srácok, nagyjából ugyanazok lesznek, mint tavaly. Ez várható volt. Azokkal annyira nincs is baj itt most már azt kell mondani, hogy a current konzolokon, tehát ezeken a PS4, Xbox hasonló konzolokon, majd a Next Gen-en leszek kíváncsi, hogy mennyire lesz a különbség, ugyanis ugye a My Career-t azt... My Career-t azt nem lehet átvinni. Tehát az már fixen elvileg meg van erősítve, hogy ezt nem lehet átvinni. Emiatt viszont nagyon, nagyon kíváncsi vagyok a My Career-re, hogy milyen is lesz. Limitless-ből. Nem. Cserék vannak benne? Most nézem közben. Brothers, az a neve. Indra, mi a franc? Szóval itt a térdel vannak problémák, ahogy nézem. Viszont vége a meccsnek. 53-34. Nézzük, hogy mit értünk el. Fejlődés, igen, és kaptunk egy finishing badge-et, wow. A dobás is egész jól jön, playmaking is szintén. Nyilván a playmaking és a finishing fog a legjobban fejlődni. És a defense-ről is kaptunk szépen. Összesen pedig 413 VC-t kaptunk. Nagyszerű. Nem volt ez rossz meccs, viszont ez a büntető, vagy ez a sérülés, ez idegesítőbb. Itt van, hogy milyen egyetemek érdeklődnek irántunk. Nagyon jó. Talán az Oklahoma, Sooners, azt hiszem ott volt a Trae Young. A Spartans, ott a Bridges volt, a Miles Bridges. Aha, megsérültem. Így van a sztori. Így van a sztori, jó van. Megsérülök itt az első meccsemen, vagy jó, mondjuk azt második meccsemen. Szép, itt ki is égünk. Na, itt is vagyunk, srácok, most már 2 csillagos sztárok vagyunk elvileg. És a progressben megnézzük azt, hogy igen, itt is van egy finishing benchünk, nyilván először a contact finisher fogjuk kihúzni, úgyhogy rá is pakoljuk a contact finishert. Így néz ki egyébként ez a build, 5 badge-el több, mint az előző, tehát ennek a buildnek 59 badge-el lett, ami brutál, nagyon sok. Hall of Fame finishing és Hall of Fame playmaking badge-ek, illetve 6 defense és 9 shooting, tehát nagyjából ez olyan build, mint ami nekem tavaly volt, csak kicsit update-elve. Jó. Úgyhogy így fogunk most kinézni. Elvileg most azt még megnézem gyorsan, hogy ha kihúzom fúra a karaktert, tehát az összes pontot eldobálom, ezt a posztulkot ezt annyira nem fogom bántani, akkor hajlamosat van felhúzni. 85-ösek maradunk, tehát most fejlődtünk egy szintet, de 85-ösek maradunk, és így lesz, így látjátok, így érjük meg a 84-es speedet, és a 89-es staminát. Jól van. Jövök vissza majd, srácok, karrier videókkal, tehát ezt ilyen epizódikusan szeretném. Úgyhogy találkozunk még, remélem tetszett nektek ez a karrier videó. Írjatok kommentben, hogy tetszik ez a stílus, vagy inkább nyomjuk ki az egészet mondjuk live formájában. A Neighborhoodra itt azért nem megyek, mert ha rámegyek a Neighborhoodra, akkor az egész storyline-t elpörgeti úgy, ahogy van, és én azért kíváncsi vagyok a sztori részére is. Én akkor szerint Kui voltam, jövök majd a második résszel. Sziasztok!